Közmeghallgatás forrára. Szalai Zoltán polgármester a 2019-ben elvégzett feladatokat ismertette, és elmondta, mit szeretnének megvalósítani a 2020-as évben. Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat a közmeghallgatáson. Törvény írja elő, hogy a képviselőtestület és a polgármester minden évben közmeghallgatást tartson. A 189. törvény 54. paragrafusa pontosan, ami erről hivatott minket tájékoztatni. A lényeg az, hogy az ismertető után majd nyílik kérdésekre, beszélgetésre idő, javaslatokra, és ebben az áll ebbe a törvényben, hogy amit helyben a képviselőtestület, a jegyző vagy a polgármester nem tud megválaszolni, annak 15 napig van ideje még írásban tájékoztatást adni a kérdéses ügyről vagy a kérdésről. Jegyzőkönyv hitelesítőnek, de kérem engedjék meg, hogy ülve folytassam. Köszönöm. Jegyzőkönyv hitelesítőt választunk ilyenkor, mint mindig, és megkérném a képviselőtestületet, hogy Lujf Tamásnét és Potyondi Jánost javasolja ebbe az ügybe. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Köszönöm szépen, egyhangú. A tájékoztatót azért kell elmondani, mert utána a képviselőtestületnek ezt az anyagot el kell fogadni. Akkor át is adnám a szót a jegyzőasszonynak, és tájékoztat bennünket a mai nap történéseiről. Én is tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A közmeghallgatás tárgya tájékoztató az önkormányzat 2019. évi eredményeiről és a 2020. évi lehetőségeiről. Tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt farádi lakosok! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 54. paragrafus alapján a képviselőtestület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. Az önkormányzat kötelező feladatát szintén az MÖTV alapján végzi. Jogszabály írja elő, hogy milyen lélekszámú településnek milyen szolgáltatást kötelező biztosítani. Azt, hogy milyen formában biztosítja, minden önkormányzat maga dönti el, a döntés a képviselőtestület felelőssége. Az önkormányzat a kötelező feladatainak ellátásához a forrást saját bevételéből, központi támogatásból, a működéshez átvett egyéb bevételekből biztosítja. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal feladataihoz tartozó 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzat főösszegét 227.933.000 forintban, kiadási előirányzat főösszegét 284.520.000 forintban, a költségvetés finanszírozási egyenleget 56.587.000 forintban hagyta jóvá. Önkormányzati adóbevételek adónemenként. Iparüzési adó 18.969.469 forint, gépjárműadó 5.723.058 forint, magánszemélyek kommunális adója 3.988.092 forint, építményadó 312.240 forint, talajterhelési díj 516.500 forint, késedelmi pótlék 42.905 forint. Az óvodánkat társulás keretében működtetjük Bogyoszló, Potyond, Sopron-Németi településekkel. Faradon 2, még a bogyoszlói tagintézményben egy csoport működik. 2019. június 1-én a Berzsenyi utca 1 szám alatt megnyitottuk a mini bölcsödét. A Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal Csornai járási hivatal ügysegédje, ápolási díj, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány ügyekben minden héten szerdai napon tart ügyfélfogadást 2017. január 1-től 10 óra 15 és 11 óra 15 perc között.
Az igazgatási feladatokat a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Három település, Farád, Sopron-Németi, Acsalak községek önkormányzatai működtetik, egy fő jegyzővel, Farád székhelyen 5 fő, Acsalak és Sopron-Németi kirendeltségeken egy-egy fő ügyintézővel. 2018 májusától kötelező feladatellátásként átkerült az önkormányzathoz az orvosi alapellátás. Szerződést kötöttünk helyettesítésre dr. Pöldör és társa házi orvosi VT-vel, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a támogatás igénylése érdekében. Önkormányzatunk tagja a Csorna térségi önkormányzatok társulásának, ami az alábbi feladatokat látja el. Területfejlesztés és szociális intézményi feladat ellátása, ami az időskorúak tartós bentlakásos ellátását jelenti. A könyvtári feladatokat a győri dr. Kovács Pál megyei könyvtárral kötött feladatellátási szerződés alapján látjuk el. A szociális alapellátási feladatokat és a gyerekjóléti családsegítő szolgáltatást társulás keretében a Beled város által fenntartott Beledi Egyesített Szociális Központ látja el 2016. január 1-től. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő 70 év feletti egyedülálló térítési díját önkormányzatunk 50%-ban átvállalja. Felújítások, fejlesztések 2019-ben. Befejeződött az energetikai korszerűsítés, a TOP 3.2.1 pályázat, amely keretében napelem került az önkormányzat, az iskola és az óvoda épületére. A mini bölcsöde kialakítása került. A bölcsöde kialakításához 21 millió forint állami támogatást kaptunk, a bölcsöde kialakítása ezzel szemben 49 millió forintba került. A telek megvásárlása 2017-ben 7 millió 500 ezer forint, az épületfelújítás költsége 35 millió 184 ezer 697 forint, a kerítés 1 millió 162 ezer 310 forint, udvari játszótér 1 millió 743 ezer 710 forint, a belső berendezések, játékok 2 millió 744 ezer 240 forint, a felújítás alatt az elhasznált áram 736 ezer 226 forint volt, ez mindösszesen 49 millió 71 ezer 183 forint. Líder pályázat keretében a települési közterületek karbantartásához szükséges eszközbeszerzések támogatása című pályázat keretében beszerzésre került egy darab fűkasza, három darab bozótvágó és egy darab magassági ágvágó. Szintén Líder településképet, turisztikai vonzerőt növelő beruházások támogatása keretében a Millenniumi Park térkőburkolatot kapott. Folyamatban lévő fejlesztések, ügyek. Az EFOP 1.5.2 pályázat megvalósítása folyamatban van. A Líder településképet, turisztikai vonzerőt növelő beruházások támogatása keretében a tűzoltószertár kétszárnyú hőszigetelt kaput fog kapni. Líder pályázat keretében elnyert traktor beszerzése folyamatban van. A Magyar Falu program keretében a kultúrház felújítása 14 millió 999 ezer 900 forintot, orvosi eszköz beszerzése 2 millió 997 ezer 674 forintot, a Szent László, Diófa és Vörösmarty utcák felújítására 29 millió 986 ezer 419 forintot, és a szolgálati lakás kilakítására 29 millió 989 ezer 390 5 forintot, mindösszesen 77 millió 973 ezer 388 forintot nyert az önkormányzat. Bölcsőde férőhelyek bővítésére benyújtásra került a pályázatunk, várjuk a kedvező elbírálását. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 64 erdei köbméter tűzifal rendelkezésre. A támogatás összege 1 millió 381 ezer 760 forint.
melyhez önerőt és az állítást kell biztosítanunk, kellett biztosítanunk. Az igények elbírálása megtörtént, a tűzifa kiosztása január folyamán történik. 2019. november 30-áig kifizetett pénzbeli és természetbeli szociális ellátások, rendszeres pénzbeli ellátások 85 fő részére 5.772.365 forint, esetenkénti pénzbeni ellátások 114 fő részére 6.732.055 forint, gyerekvédelmi ellátások 32 fő részére 389.000 forint, a felső oktatási ösztöndíj 22 fő részére 1.100.000 forint, mindösszesen 13.993.420 forint. A településen aktívan működnek a civil szervezetek. A civil szervezeteket 2019 évben is tudtuk támogatni 2.400.000 forinttal. Az aktívabb közösségi élet megvalósításán túlmenően a pályázatokban való közreműködésüknek köszönhetően a település vagyonának növekedéséhez is hozzájárulnak. A 2020. évi elképzelések. Az elnyert pályázatok megvalósítása 2020. évben, járdák, utak folyamatos javítása. Az előzetes felmérések alapján az óvodai gyermeklétszám alakulása lehetővé teszi a Farádi óvodában szeptembertől a három csoport visszaállítását. Az elmúlt években a sikeres pályázatoknak köszönhetően Farád település képe jelentősen javult, az elavult önkormányzati középületek felújításának köszönhetően. Köszönjük szépen! Még mielőtt a szavazásra kerülne a sor, vártunk egy kicsit. A Zsani ugye beteg, a gyermek nem ér ide. A Györfi úr meg rövidesen jönni fog, de mivel a képviselőből öten itt vannak, és a illetve négyen itt vannak, és a polgármesterrel együtt öten vagyunk, így szavazóképes a testület, úgyhogy megkérem a testületet, hogy aki ezt a beszámolót elfogadja, az készfeltartással jelez. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Köszönöm szépen. Addig, amíg megjön a kertbe a hozzászóláshoz, mert most az következnek kérdések és hozzászólások, addig tájékoztatom, hogy az az egy darab fükasza, ami a Néder pályázaton belül sikerült elnyernünk, az azért harcoltunk érte, mert a traktor elejére felszerelhető, tehát egy front kaszáról van szó, ami azt jelenti, hogy először levágja a füvet, és nem a háta mögött, amikor a kerékcsapa marad, és akkor az mindig visszaáll, és az nem mutatott jó képet a munkák után, és azért harcoltunk azért, hogy olyan kasza legyen, ami egy font meghajtásos rendszeren működik, és akkor a szebb területet fog csinálni, meg természetesen szélesebbet tud vinni, és az idei év ugye az eső a jó idő, az eső a jó idő, egy kicsit megfogott bennünket a fűnyírásokban, nem is egy kicsit, hanem elég jól, így a teljesítmény növelésével bízunk abban, hogy a következő évben nem fogunk úgy megszorulni ezekkel a fűnyírásos munkákkal, mert azon kívül is van még dolog, úgyhogy tájékoztatásul csak annyit, hogy ez megvan, tehát idehaza van már. A napelemes rendszert az konzorciumban csináltuk, Bősárkány és Sopron-Németi településsel, így végig tudtuk vinni a pályázatunkat, és sikeresen nyertük el, úgyhogy erről csak ezt a tájékoztatást szerettem volna még kiegészíteni. Köszönöm szépen egyelőre, és akinek kérdése van, vagy hozzászólása, szívesen meghallgatjuk most. Még amíg megjön a bátorság, addig ugye elmondanám a bölcsödével igazán is mi a tervünk, tehát beadtuk azt a lehetőséget, fogadta el a képviselőtestület, hogy újra pályázik a bővítésre a bővítés. Azért is várt indokoltá, hisz ha a gyerek ide jár bölcsödébe, valószínű, hogy ide fog járni az óvodába, és utána az iskolába, tehát ezzel
tudnánk egy ilyen sort kialakítani. Van még egy olyan történet, ami egészen még nincs kész, de szintén pályázatos tétel, a biztos gyerekkezdet, gyermekkezdet. A biztos gyermekkezdet arról szólna, hogy a 7-5 napján lenne egy helyiség, ahol a Vöröskereszttel együtt pályáznánk erre a lehetőségre, és egy személyzettel meg tudnánk oldani úgy, hogy aki a gyermek miatt nem tud elmenni bevásárolni, azt ott el tudná helyezni addig, és az anyukák is tájékoztatva lennének a gyermek táplálásáról, viselkedéséről, és a nevelés megfelelő formájáról. Ez a pályázat még hadilábonnal, tehát még nincs kész, de szeretnénk ezt is végrehajtani, és akkor lenne egy ilyen lehetőség a fiatal anyukáknak, hogy ne kelljen gyerekkel ott végighúzigálni a bevásárlást, és ebben is segítséget szeretnénk nyújtani, hisz a kormány is támogatja azt a elgondolást, hogy a gyermek az első. Nem tudom, valakinek kérdése közben születette. Így a Kisalföld csurnai temetkezési vállalatnál két hetente, vagy egy hónap, vagy két hónap belül elszállítsák ezt a helyzet. Itt még már több mint egy éve ott van hátul a szemét kupasz. És levették a kaput, ami ott volt hátul, félrejött dobva, a vadak ujjának be, hogy a nap vannak abban a temetőben, mert semmiféle zárás nincsen ott. Ezt szeretnék kérdezni. Hogy ez miért van így, hogy ilyen elszállítás, különben rendben van a temető, le van nyírva, hogy minden, erre semmi kifogásotalan senkinek sincsen, de az a szemét kupasz, ami ott van, az egy kicsit olyan, akár már amely az ember temetőben máshol, ilyet nem lát. Már elkezdték, az alsó temetőből elvitték, akkor oda elindult azért a kocsi, hogy elviszi, nem tud bejárni, az úta ott van, kész, ennyi. Ezt szerettem volna, hogy ez milyen nap ez ilyen. Ezen kívül, vagy most válaszoljak rá, aztán hát, ha megjön a kedv. Temetőnél mindig nagy gondot jelentett a hulladék. Valamilyen megoldást kellene mindenféleképpen találni. A probléma az benne, hogy 30 köbméteres tartályokat szoktunk ide kihozatni, és abba szoktuk rakni. Az első időszakban volt olyan szerencsénk, hogy a hulladék gazdálkodási vállalatnak volt olyan járműve, amelyik kácián és rakodóképpen rendelkezett. Egész addig nem volt semmiféle problémán, oda járt a teherautó, hisz arra terveztük. Azért terveztük azt a kalodát oda, hogy oda belobják a hulladékot, nektelik kijött a teherautó, parkolóval felszedte, föl tudta rakni, és sajnos az idei évben ez nem működött, mert azt a fajta autót nem vizsgáztatták le újra. Most egy olyan rendszer lépett életbe, hogy tartályt hoznak ki, 30 köbméteres tartályt hoznak ki, és abba kell nekünk belerakni. Ugye mivel a mennyiség elég teteves, ezt kézzel sajnos nem tudjuk, és a környéken most egyelőre nem találtunk olyat, hogy aki ezt ilyen csipő karalas valamivel be tudná úgy rakni, hogy ne csak bele legyen szólva, hogy ők köbméterre számolnak. A megoldása az lesz, hogy tavasszal, mihelyt engedi az út, megjavítsuk a kaput is, meg természetesen annak a kalodának az oldala is vissza lesz rá megállva, és összeszedjük még, amit előre elszórtak szemetet, ha bár azt nem tudjuk, hogy mi nem tudják hátra vinni, és ez a rövid időn belül, mihelyt az időjárás engedi, azonnal el lesz tüntetve. Még annyit el szeretnék mondani itt a tervek közül, hogy a Csormai Sportegyesülettel tervezzük azt, hogy a focipályára világítást viszont ki, hogy tudjanak edzeni este is. Olyan felajánlást kaptunk, hogy megvásárolják hozzá a ledes világításokat, ami nem kerül sokba, mármint az üzemeltetése. És ez azért lenne fontos, mert akkor a későbbi időszakban ugye most már nincsenek olyan talán, mint amik szoktak lenni, tehát a természetesen sokkal jobb a kinti edzés. És közösen próbáljuk megvalósítani, annyira van ez a rendszer, hogy
Több helyről kaptunk segítséget, megmondom őszintén, ami pénzbe se került, csak el kellett érte menni. Tehát a villanyoszlopokat már meghoztottam, itthon vannak, és a fölállításához keresik majd egy olyat, akinek ahhoz megfelelő gépe van, és rendelkezik olyan vizsgával, hogy be tudjuk tenni a helyre, és az is, hát néha itt az időjárás engedi, belekezdünk ebbe a fajta világítási rendszer kialakításában. A csornaiak annyit segítenek, hogyha itt edzhetnek, hogy ők azért kihozzák a nagy traktorokat, és levágják a füvet, a nagyobb területet átvállalták, a kisebb területek, meg a kert tövvel, meg a lábok között, ugye az maradna még nekünk, ha bár most ebből a pályázati eszközökből sikerült egy szegény írót odaadni a sportegyesületnek, és ők is rendelkeznek most már olyan eszközzel, amivel hát rendben lehet tartani azt a környéket. A másik téma, amit szeretnék még elmondani, a bölcsőde bővítésével kapcsolatos. A bölcsőde bővítése fontos lenne, mert lenne igény arra, hogy elhelyezzék a gyerekeket, el tudjanak menni a szülők dolgozni, ez az egyik része neki. A másik része pedig a mostani működőképes bölcsőde, ugye teljesen 7 gyerekkel üzemel, ami az engedélyezett. A belső berendezései elektromos árammal működnek. Az elektromos árammal való fűtés az nem egy olcsó dolog, egészen addig, míg az új bölcsődére a pályázatot nem nyerik el. A mostani legjobb tudásom szerint a pályázatunk a minisztériumban van, és onnan kérjük a visszaigazolást, hogy ezt megnyerjük, közel 50 millió forintot kapnánk, és ebben a pályázatban szeretnénk oda is napelemeket rakni abból a megfontolásból, hogy legalább a 85%-át az energiának napelemekből nyerjük, és akkor már is nem kerül olyan sokba a fenntartása, mint ami eddig, mert azért az elektromos áram az igaz, hogy egészséges a szomszéd országok, már ugyancsak azt használják a gázt, már nem annyira. És ha sikerül, már pedig nagyon bízunk benne, hogy sikerül ezt a pályázatot elnyerni, akkor arra szerelnénk fel olyan napelemeket, ami az energiának legalább a 80-85%-át biztosítaná, és ugye ez a költségekben majd megtakarításként jelentkezik, majd én bízom benne, hogy ez így lesz. Tehát az engedélyezett tervek azok nem vannak mindent, tehát működőképes pályázat van, még a visszaigazolást várjuk, és utána lehet neki kezdeni ennek a pályázatnak is. Utána tőle. Egy kérdés. Mi lenne, hogyha, ugye az is elektromos dolog, a fűtéssel kapcsolatos, nem tudom milyen fűtési rendszer van ott, oké, hogy elektromos radiátor, vagy egyéb más, mert van a fűtőfal, ami sokkal hatékonyabban tudna működni, és az bőven jól van velem. Fűtőfilm, fűtőfólia, nem tudom, mi van betervezve. Ezt meg kéne fontolni. Kapásban nem tudok neked megmondani, de a terveket elfogadták, tehát a paraméterek, amik azokban szerepelnek, azok használhatók és energiatakarékosak. Többet erről nem tudok, mert ilyen mélységben nem mentem bele, hogy milyen formában lenne fűtve. Köszönöm. Én is szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban valamit, hogy így a falu programban olvastam, hogy lesz majd arra is lehetőség, hogy a lakóházakra is lehessen pályázni falun belül. Hogy létezik el, vagy előre mozdult ez. Nem tudok róla konkrétot mondanom, nem tudok. Egyszerűen azért, mert ezzel nem foglalkoztunk. Tehát nem azért nem foglalkoztunk, mert nem fontos lenne, de erről bőven tudomásom nekem most innentől nincs. A pályázatok általában nyilvánosan megjelennek, meg lehet nézni őket, meg vannak, hogy milyen paraméterek mellett lehet beadni, mi kell hozzá, mennyi az önerő. Ezt innentől nem tudom megmondani, hogy melyik fajtát írják ki, hogy a szigetelésre írnak ki, a napelemre írnak ki, vagy melyik formáját írják ki ezeknek a történeteknek. Valami biztos, hogy lesz, mert
hallani, de konkrétan ne arra úgy tudok róla mondani. Ami a másik lényeges dolog, hogy bekerült a faráda, a csokrendszerbe, tehát föl lehet venni a támogatást, az állami támogatást ebben a településen is, hogy egyrésztből igen jó, tehát a fiataloknak ez nagyon jó, a másik rész meg az, hogy úgy járult az ingatlan meg a telek állapot, hogy csak leségetünk neki. Tehát bízunk abban, hogy előbb-utóbb előre megfontolt szándékkal elérjük a 2000-et, mert szeretnénk, hogyha ez a település is elérné a 2000-et. Lesz még nagy munkánk a lovaspálya környékén parkoló kialakítással, de az nem államilag támogatott, ahhoz másfajta megoldást próbálunk keresni, tehát már körbejártam ezt a témát. Mert ugye kialakultak ott a telkek, és innentől kezdve nem egészen marad úgy, mint ahogy van. Szeretnénk biztosítani az átjárás többek között a kisiskolából a lovaspályára, hogy bármilyen rendezvényünk van, azért ott egy vizes blokk a kisiskolában, azt jobban tudná szolgálni az embereknek a ellátását mindenféle téren. És abba gondolkodunk, hogy ezt össze tudnám nyitni, és akkor oda is legalább egy bulvárutat, vagy valami hasonlót képzeltünk el, hogy rendszeresen be lehessen oda menni, és egy-két dolgot el lehessen ott végezni, szóval elég jó sikerült. Tehát a vizes blokk magyarul az ott azért érdekes lenne, tehát abban a szempontból gondolkodva, hogy ugye hát természetesen hölgyek, nők, lányok is veszik fáradtságokat, és mennek ki a rendezvényekre, amiket ott tartunk, tehát egy ilyen komfortosabb érzetet tudnám teremteni azzal, hogyha ott össze lenne nyitva, és akkor nem az a kék bódé. Ennek örülünk azért, hogy így alakult ki a úgynevezett kisiskola közösségi háznak az udvara maga az épület, hisz most ugye át is tudjuk tenni a véradást oda, és akkor innentől kezdve lehet, hogy ott tudnám megtartani a véradást is, tehát ez is egy fontos dolog lenne. Meg hát a rendezvények, hát mindjárt az évben egy negyedként kezdünk a hagyításokkal, tehát ők egy ilyen megyei rendezvényt, ahol 90 ember szokott jelentkezni. Már maga versenyző családok jönnek, és akkor megkezdik az évet ezzel a versennyel, és kiváló széhelyet tud biztosítani, az a hátsó rész, az íjászatra, belül meg természetesen megvan mindenhez a lehetőség. Gondolok itt a forrasból tea, szoktak főzni, ott vannak a kis pagodák, az alá be lehet tenni bármit. Tehát azt a székre gondolok, gyerekeknek van ott tér, tudnak játszani, és az ott elég jó. Egy érdekes dolog jött elő, azt el kell, hogy mondjam, nem nagyon tetszik. A Kassai Lajos bátyám mondja, hogy csináltuk a térképet ott a kettős keresztnél, meg annál az a parkmász, hogy úgyhogy jó, nekem azt a derék szűk a biciklivel bemegyezni. Megfordítva maradt és mentem vártam is a bókba. Sokszor esett a virágosításra már magában a választások előtt is. A virágosításra külön fogom mondat fordítani most, hogy ugye az a tér kialakult olyannak, amilyennek szerettük volna. Most érdemesebb lesz költeni rá, hisz az átmenő forgalom, meg aki faráról jön, az általában találkozik azzal a télen, azzal a placsal, és belekezdünk ebbe is. Volt szó még a faültetésről,
a Garabista bácsi már rakott is félre, vagy hátra fát, amit homokba letett, hogy majd a tavasszal át tudjuk tenni, úgyhogy ezek a történetek is valamiféleképpen be kell, hogy induljanak. Van egy pályázatunk, ami még élőben van, közbeszerzésre kellett kiírni. A értéke miatt, tehát 15 millió forinton felül van, amivel szeretnénk majd a külterületi utakat rendbe rakni. Tehát az szólna egy ároktisztítóról, gréderről, egy MTZ 82.4-esről és egyéb tartozékairól, tehát lenne rajta a hótuláshoz fronthidraulika, lenne rajta rakodógép, és ezekkel a dolgokkal fölvennénk egy embert 6 órára, és ezekkel szeretnék majd a közeljövőben, én bízok benne, hogy a közeljövőben olyan lehetőséget teremteni, hogy hát majd a gazdák együtt sem, majd összefogunk, és akkor próbálgatunk itt javítani az ember a rossz helyzetet, mert elég rosszul is neki. A leglényegesebb egyik része lenne, van egy ilyen rendszer rajta, hogy egy gémes ág daráló, vagy nem egy daráló, hanem ágvágó. Ugye a legtöbb probléma azonnak van mindig ebben, hogy nagyon benövi a növényzet, és akkor nem tud kiszáradni, és elmegy egy traktor, vagy kettő, aztán mindig nagyobb bemarad a víz, nem tud kiszáradni, és azért is mennek úgy tönkre. Tehát ezzel a pályázattal ki tudjuk húzni azt a méregfogat ennek a történetnek. A temető felé vezető út, aggasztó állapotban van. Az önkormányzathoz tartozik, vagy kihez tartozik? A katolikus temető felé vezető út. Melyik része? Hát a Diófalóca temető. Tessék? Hát a Tiasztó műhelytől. Igen. Igen, hát az, amit csak annyit tudtuk egyelőre elérni, hogy a kártyukat, azokat rendezgettük, egyszer beszállt valamikor a cankói, de az csak egy fél évig tartott, mondtam, hogy kipotogott. A pályázat keretén belül az első része talán sikerül megjavítani, hanem akkor másfajta módszer próbálunk vele. De ugye a nagyobb gépek azon mennek, sajnos az több ráfordítást igényelne ahhoz, hogy legalább a temetőig jó legyen. És azok hozzájárulnak, akik nagy gépekkel mennek ott? Hát fizetik az adót utána, mert különben mi meg? Hát út felújítás. Ilyen külön nem lehet kivetni. Hallottak ilyen semmi fogorsóból, amikor megy a temetkezési vállalkozó. Pillanat. Igen. Ezzel kapcsolatban azért nekem is vannak aggályom, mivel most ugye 3-5 föl lesz újítva, és nekem is ez a legnagyobb szívfájdalom a nagy gépjárműveknek a haladás ezeken az útszakaszokon. És tudtommal sajnos ezek a nagy gépekkel rendelkező, jó, most kivéve a tüsketranszót, az teljes mércékben ugye a gépjármű adót ide fizeti, de például vannak olyanok, akik kamionnal szeretettel használják az útjainkat, de viszont ezek a járművek nem ide vannak. Tehát ide semmiféle adót nem fizetnek. Én abban látom a lehetőséget, hogy igenis súlykorlátozó táblával, persze kivétel célforgalom, hogyha olyan eszköz dolgot visznek, akkor például egy építkezéshez szükséges, ez egyértelmű, de azon kívül igenis súlykorlátozásokat bevezetni, mert ez az összeg, ami most a három útra most jelen pillanatban rendelkezésre áll, azt nagyon jól tudja az ember, ez nem egy nagy összeg. Tehát ebből nem lehet egy olyan harckocsiknak utat építeni, hanem csak tényleg arra, hogy személyautók álljanak rajta. És igenis, a másik fontos szempont, hogy azokat a vállalkozókat, tehát itt nem akarok, itt úgy is tudja, itt az önkormányzaton belül, hogy kiről van szó, tehát igenis, a gépjármű adójának egy részét, mivel hogy itt is van neki telephelye, igenis hozzá a Faradra. Legalább minimum ennyivel jár hozzá az, hogy Faradon az utaknak a karbantartása, az utaknak az állagát legalább ennyivel
járuljuk hozzá, hogy meg tudjuk oldani. De soha is a hajlandóság nincsen. Most volt egy példa, például a mi utcánk végén is egy úriember előszeretettel odaállt egy gabonaszállító kamionnal, illetékes úriembernek szóltam, hogy te kedves barátom, látod itt a súlykorlátozó tábla. Ezt az utat föl fogják javítani, látok most is ebben pillanatban milyen cudor állapotban van. Hát szeretnénk megóvni legalább addig, míg az új meg nem lesz. És mondta, hogy bocsánatot kér, az ő hozzátartozója volt, de ettől a pillanattól fogva az úriember azon a részen többet nem fog parkolni. És igenis, ha tetszik nekünk, ha nem, ha népszerű döntés, ha nem, ezeket fel kell vállalni, és igenis azokat a nagy gépjárművel rendelkező személyeket, akik itt megállnak Farádon, de viszont a cég nem Farádon van, tehát nem Farádon fizet súlyot, igenis kitiltani. Én is ajánlok dolgozni, más is ajánlok dolgozni, ő is ajánlok dolgozni. Tudom, hogy népszerűtlennek, hogy meghallják, fújogatnak az embere, de más nem tudom csinálni. Legalábbis ez az én véleményem. Például még egy fontos dolgot mondok például az utakkal kapcsolatban. Itt van a Vörösmarty utcának az eleje, sehol nincs egy gyár. A tóni mellett a víz, nagyon jól tudjuk, esik egy 30 mm, tökig. A másik oldalon, a másik vendéglőnél úgy szintén az útra folyik rá a víz, ezzel valamit kezdeni kell. De viszont, hogyha utat felújítunk, ugye minimum az, hogy akkor áruk, átterez, ez nem fog tetszeni egy esemben. Ez nem fog tetszeni. Pedig muszáj lesz. Nem fog valamit tetszeni. Ott kezdeni kell, mert az, hogy betemessék az árkokat, az nem megoldás. Teszem fel a kérdést, miért temetik be? Ezzel a következő helyzet, csak ezzel a konkrét dologra akarok kitérni, a másikra nem tudok, mert hát azért nem lehet kitiltani se a mezőgazdasági gépeket, mert ugye abból él itt a környék, az nem egy egyszerű dolog lesz, de viszont itt addig, amíg az új szint meg nem jelenik, addig nem tudunk, ahhoz kell igazítani mindent. Tehát ha meg lesz a felújítás, elkészül az út, ahhoz lesz igazítva a többi, a vízelvezetés, meg ami már addig még nincs egy ilyen szinten, addig nem tudsz valamit csinálni. Addig én szerintem így marad, tavasszal olyan idő lesz, neki járnak, megcsinálják, utána azt lehet rendezni a témát, és akkor már is megvan oldva. Addig sajnos nem, mert nincs értelme, mert meg lesz a szint, akkor onnan tud valamiből kiindulni, aztán el lehet a lepni a vizet. Hát de ahhoz felszólítás kell. Nem, először megcsináljuk, meglátjuk, hogy milyen szint lesz, és ahhoz a szinthez kell kialakítani a többit, a levelet és meg bármit, mert addig nem tudom. Azért még egy pillanatot erre a polgármester azt mondta, hogy a nagy gépeket nem lehet kitiltani, hanem azt mondta, hogy ki kell tiltani a nagy gépeket. És akkor annyi valakintan, hogy Jakab úgy tűnő hátsósorban, elég jó, még annak idején, hogy ő is dolgozott, nagyon jól tudja, a TSZ idő szakával, mezőgazdasági, gépekkel csak a legszükségesebb kor jártunk a faluba, ugye? Most mi van? Egy alapvető példa, nem akarok itt. A kis kollega megáll szépen az udvarház előtt, ezzel a manituval, vagy mit, nem, azt hiszem manituval, ezzel 10 000 muszlica, aztán szépen bemegy kaján. Ezt 25 évvel, 30 évvel ezelőtt nem lehetett volna megcsinálni. Nem, ilyeneket nem lehetett megcsinálni. Nem lehetett megcsinálni azt, hogy össze-vissza furikáztunk egyik utcából a másikba. Akkor adjunk meg egy utat, ahol igenis el tud menni az a gépjármű, vagy a mezőgazdasági jármű, nem pedig az, hogy a legjobb utcáinkat most elfigyelgettem, pont csornaiak, akkor a John Deere-okkal döngetnek a Fenyőfa utcába. De miért ott dönget? Azért, mert jó az út. Most mi? Na nem igaz, hogy nem tudunk ellene tenni. Valamit muszáj ellene tenni. Régen is megvoltak azok az utak, ahol járottak a mezőgazdasági gépek. Meg a TSZ pótolta, javította, nem? Hát de ők már nem javítják. Hát ők már nem, akkor valami más megoldást találni. Ezen kívül, akinek kérdése van a témákhoz. Ezek szerint irányos választ nem kell senkinek se adnunk. Én megköszönöm kedves mindjártnak az érdeklődésüket, de
azon kívül, hogy közmeghallgatás van, bármikor elérhető vagyok telefonon, úgyhogy ha valakinek problémája van, bármikor felhívhat, meg tudunk bármit beszélni, ha olyan igazán falut érdeklő történetekről van szó, mert általában akkor a legjobb, mikor egyszerre van orvosolva a probléma, mert akkor egy az, hogy könnyebb, másik az, hogy kevesebbe kerül. Én köszönöm szépen, kedves mindjárt a megjelenést.